A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Nos, újra itt a szép karácsony, rövidesen élünk Dión friss kalácson, és teszem fel a kérdést vendégemnek, Lőrincz Attila, a Vadex Vad feldolgozási ágazat igazgatójának. Üdvözlöm a televízió nézőket, üdvözöllek. Nos, hát ez jogos ez a kérdés, mert ugye a karácsonyi készülődést nem lehet elég korán elkezdeni, ezt nagyon is tudjuk, és hát az ünnepi menünek azért talán elindult egy folyamat, hogy része a vad is. Kicsit beszéljünk arról, hiszen az elmúlt időszakban, amióta jó néhány interjúban ezt már megbeszéltük, de nem árt felfrissíteni, hiszen a vadgasztronómia egy időben bizony elmaradt, illetve hát a köznapi ember számára bizonyos értelemben elérhetetlen volt, vagy éppenséggel nem volt olyan lehetősége, hogy vadat készítsen. Viszont az érkezéseddel megváltozott a vadfeldolgozás struktúrája is, olyan ételek kerültek, és olyan vadak kerültek a boltokba, itt nyilván a Vadex saját boltjairól beszélünk, amelyek érdemesek a figyelemre. Egy kicsit erről ezeket a lehetőségeket fejtsük ki, hiszen ez segíti a fogyasztás fellendítését, és ne feledjük, hogy olyan termékekről van szó, amelyek egészségesek és valóságosak. Igen. Nagyon szépen köszönöm egyrészt, hogy beszélgethetünk a meghívást, másrészt pedig azt, hogy a nézők számára felhívjuk arra a figyelmet, hogy ez valóban egy olyan termékkör, amelyik figyelmet érdemel. Ugye beszéltünk már korábban róla, és nem lehet elégszer hangsúlyozni azt, hogy ez egy olyan termékstruktúra, olyan alapanyag, ami tudatos vadgazdálkodásból származik. Ez ugye azt jelenti, hogy nem egy spontán képződő árualap, hanem egy nagyon is eltervezett, egy komoly iskolát végzett gárda társaság által irányított vadgazdálkodás során képződő számunkra árualap, amelynek a beltartalmi paraméterei lényegesen eltérnek a tenyésztett állatoknak húsa beltartalmi paramétereitől. Mondok egy nagyon egyszerű példát, nem akarok nagyon részletesen most ebbe belemenni, de például a vaddisznó esetében csak a vaddisznónak a szárazanyag tartalma egy ilyen 27-29, majdnem 30%-os, még egy tenyésztett vagy házi sertés esetén ez kevesebb, mint 20%. Tehát ha praktikusan akarom megfogalmazni, akkor körülbelül szinte azt lehet mondani, hogy egy szelet húsban megvan két szelet húsnak a beltartalma. Ezt sehonnan máshonnan nem kapjuk meg. Kicsit beszéljünk arról a vatús piacról, hiszen az elmúlt időszakban azért tágult a kör, mintegy 800 tonna eladást produkál a vatús piac évente, de ezt miként sikerül úgy elosztani, hogy ugye itt most beszéltünk a vaddisznóról, de hát nyilván a vadnyúl és elsősorban a szarvas, az őz, és ne soroljam tovább, de jelentős helyet foglalhatna el a piacon, ha sikerülne egy olyan megoldást találni, hogy ez eljusson a köznapi emberekhez is. Mert valljuk meg, hogy ma még nagyon sokan idegenkednek a vathústól. Igen. És nem elsősorban az ára miatt. Ezt luxus terméknek tartják mostanság is. Így van. Először is egy kis büszkeséget hadd mondjak el ezzel kapcsolatban. Ugye itt a Covid óta nagyon-nagyon sok erőfeszítést tettünk arra, hogy a vadhúst a magyar fogyasztókhoz közelebb vigyük, elérhetővé tegyük. Gyakorlatilag elemeztem a 2022 és 2023 év idáig terjedő időszakát, nem olyan régen, és az derült ki, hogy egy év alatt majdnem megdupláztuk a magyar piaci részesedésünket. Ez nyilván ettől az össz 800 tonnától jóval kisebb mennyiség, mert ugye több szereplős ez a piac,
de nagyon nagy büszkeségre ad okot, hogy bizony most már végre elindult a növekedés olyan értelemben, hogy akár a horeka, akár a hétköznapi fogyasztók számára, mivel odavittük a vadat az üzletekbe, ezért ez elérhető, és le is veszi a fogyasztó a boltok polcairól ezeket a termékeket. Mikről van szó elsősorban? Ugye a négy nagy vadfaj, ami a legjellemzőbb, szarvas, őz, vaddisznó, muflon, szarvason belül is ugye gímszarvas, dámszarvas elsősorban, és most már úgy tűnik, hogy bejön a képbe, vagy visszajön inkább, talán úgy fogalmaznék, a fácán és a vadnyú vagy a nyúl. Tehát így most már azt mondom, hogy hatféle fajról beszélgetünk. Nagyon, nagyon érdekes, tehát ugye éveken keresztül a fácán, mint fácánhúsleves, a karácsonyi vendégváró asztal, vagy családi asztalnak egy alapeleme volt. Ez körülbelül ilyen 11-12 évvel ezelőtt, ugye, amikor a madárinfluenza bejött Magyarországra is, akkor alábbhagyott, de ez most tavaly és az idei évtől kezdve ismételten a kínálat része lesz, és a fogyasztók ehhez hozzá tudnak férni, akár az erdei delikátesz üzletünkben, akár pedig más kiskereskedelmi láncokban. Ugye az alapvetés mindenképpen a fogyasztás fellendítését szolgálja a konyhakész termék egyik oldalról, tehát erről kell, hogy szó essék, illetve ahogy itt olvastam, hogy a disztribúció szélesítése és az új értékesítési lehetőségek kihasználása az mindenek felett. Igen. A kényelmi kiszerelési termékcsaládunkat úgy hívjuk, hogy Vadex Vadvilág termékek, termékcsalád. Ennek olyan konyhakész termékek az elemei, amelyeket gyakorlatilag fagyasztott állapotban vásárolhat meg a fogyasztó az üzletekben, és nem igényel semmilyen előkészítési munkálatot. Tehát akár natur, akár pácolt termékekről beszélünk, nyilván a szeletelt, kockázott, csíkozott húsokra vonatkozik ez elsősorban, ez főleg nekünk szarvas alapon készül, de ezen kívül ugye akár a street food vonal, vagy a fiatalosabb vonal is képviselteti magát, itt ugye a hamburger pogácsára, különböző grillkolbászokról, vagy grillkolbászokra gondolok, és ugye bejött a száraz kolbász is a képben, ami ugye bizonyos láncokban hozzáférhető általunk gyártott verzióban, akár paprikás, akár paprika nélküli változatban is. Ugye ez kényelmi szempont is bizonyos értelemben a vásárlónak, tehát a tőkehús, mert ugye eddig alapvetően a vadfeldolgozó üzemek tőkehúst árusítottak. Igen. Most egy kicsit szélesedik a termékkör, uh-huh. és ez megerősítésre vár. Igen, igen. Próbáljuk szélesíteni a termékkört. Nyilván ez fogadókészségnek is a kérdése. Mi mindig azért egy kicsit túlrugaszkodunk annál, mint ahol éppen az aktuális piaci igények tartanak. Próbáljuk orientálni ezzel a kereskedőket is, és ezáltal a fogyasztókat bizonyos új irányokra. Be fog kerülni most a kiskereskedelmi láncokba olyan kockázott, kézzel kockázott, kifejezetten prémium tőkehús terméke, illetve termékcsalád, amellyel eddig a fogyasztók itt Magyarországon nem találkozhattak. Erre nagyon büszkék vagyunk. És hát az alapelemek is ugye a különböző őz és szarvas alapú combból készült készítmények, ragu készítmények, tehát ami kifejezetten tőkehús termékkört képviselnek. Ezek nagyon népszerűek, nagyon keresik őket a fogyasztók. Nyilván tudjuk, látjuk azt, hogy a vad az egy ünnepi étel, elsősorban ünnepi ételként van apostrofálva, vagy a fejekbe így épült be. Természetesen ugye törekszünk arra, hogy ezt kitoljuk, tehát ne csak ünnepi ételként kelljen a vadra gondolnunk, hanem hétköznapi ételként is megfelelő pozíciókat, megfelelő termékeket találjunk. De mivel jönnek az ünnepek, ezért én azt gondolom, hogy most ennek az ünnepkörnek a mentén
nem lehet eleget hangsúlyozni azt, hogy gyakorlatilag fölkészültünk az ünnepekre, és arra, hogy a kereslet megnövekszik, mert ilyenkor látható, érezhető keresletnövekedés jelenik meg az üzletekben. Igen, és korántsem mindegy, hogy milyen minőségirányítási rendszer mentén sikerül ezt az elvet gyakorlatba átültetni. Én azt gondolom, hogy jó úton járnak. Tehát és nem csak a tőkehúsok, hanem a száraz áruk előállítása vonatkozásában is. A továbbfeldolgozás az hogy működik, hiszen a fagyasztott formában elérhető az addig rendben van, viszont itt a súlyra gondolok elsősorban, hogy miként lehet kisebb mértékű csomagolásban hozzájutni ezekhez, hiszen valljuk meg, hogy az 2 kiló nem mindenkinek kell, lehet, hogy ő csak 50 dekát szeretne. Persze, és ahogy itt az imént ugye felvetődött az, hogy különböző sztereotípiák vannak a vadhússal kapcsolatban fogyasztókban, ez tagadhatatlan, hogy megvan, de én ugye külön választanám a sztereotípiákat az előző kérdéstől. Az előző kérdésre a válasz az, hogy olyan csomagokat képeztünk a továbbföldolgozott termékeink esetében, amelyek elsősorban kis kiszerelésűek, tehát egy-két ember számára elegendő vadhúst, illetve terméket tartalmaznak. Nyilván ez árban is lényegesen kedvezőbb, abból a szempontból is kedvezőbb, hogy ugye nincs az a, most itt akkor már a sztereotípiára egy kicsit kitérve, nincs az a koszolás a konyhában, nincsenek azok az előkészítési műveletek, amiktől sok-sok fogyasztó ugye tart, sőt már a fiatalabb generáció ezt nem is látta akár otthon, hogy ezt hogy kell higiénikusan végezni a konyhába. Na pont erre kínálunk megoldást, hogy ezek a folyamatok, vagy ezek a műveletek, ezek nem a lakásokban, nem az otthonokban, nem a konyhákban kell, hogy megtörténjenek. Ezeket mi mindet elvégezzük, és gyakorlatilag az otthoni művelet, az kizárólag az ételkészítés, akár negyed óra, 20 perc alatt, vagy egy óra alatt elkészíthető belőle a kiváló minőségű fogás, egy jó körettel, két ember számára hozzáférhető, elérhető áron a mindennapokban is. Tehát a tévhiteket el kell osztatni, az egyértelmű, és azt hiszem, hogy ez egy jó út. Arról nem beszélve, hogy az egészséges és változatos étrendhez azért előbb-utóbb majd talán hozzátartozik a vadhús is. A növelésről egy kicsit beszéljünk, hiszen a termék skála ehhez még önmagában nem elég, nyilván el kell indulni egy olyan folyamatnak, amely népszerűvé teszi. Mit tettek az elmúlt időszakban ennek érdekében, hiszen ne feledjük, hogy volt közben egy koronavírus járvány is, ami alaposan megnehezítette az önök dolgát is. Igen. Nagyon sok, tehát a marketing és az edukáció az kéz a kézben járnak. Nekünk külön ágazatunk van erre, kollégáim rengeteget foglalkoznak akár a Facebook oldalunk fejlesztésével, akár a Vadex honlapjának a fejlesztésével, de gondolok itt például különböző kiadványokban, különböző kiállításokon történő megjelenésre. Nyilván nem lehet elmenni a gasztronómiai, vadgasztronómiai fesztivál mellett, amit minden évben megrendezünk, és 2024-ben szeptember 7-én fog megrendezésre kerülni a vadgasztronómiai fesztivál, tehát ez az időpont. Tehát visszatérve erre, én azt gondolom, hogy például egy nagyon kézzelfogható példa a székesfehérvári fogyasztók számára az, hogy a Jancsár közben, a Jancsár köz 2-ben található egy erdei delikátesz üzletünk. Itt nem csak vadhúsok, több egyéb termékkör, szörpök, különböző kézműves lekvárok, fűszerek, gombák, tésztafélességek, borok, sörkülönlegességek, tehát a legkülönbözőbb széles választék várja a fogyasztókat, és nem csak várja, hanem egyedileg tudunk minden egyes fogyasztóval vagy fogyasztónak információt átadni, ugyanis kollégáink kifejezetten, hogyha arra igényt tart a fogyasztó, el tudják mondani azt, hogy egy-egy adott fűszer, egy-egy adott
vathús, milyen vagy vathúsra milyen elkészítési javaslatok vannak, a legmesszebb menőkig, akár receptúra szintig. Tehát nem egy multikisker lánc, ahonnan az ember leemelés jó részt, vagy valamilyen receptkönyvből, vagy a hagyomány alapján elkészíti az ételt, hanem kifejezetten magas szaktudással rendelkező, kellemes környezetben, kedves és jó hozzáértők kiszolgálás mellett tudnak információt kapni a fogyasztók arról, hogy hogy kell a vathússal bánni. Mindent meg tudnak vásárolni, ami ehhez szükséges, az alapanyagtól kezdve az összes olyan kiegészítőig, ami akár egy ünnepi asztalnak is a része tud lenni. Tehát korántsem mindegy, hogy az értékesítési csatornákon belül mivel szolgálnak már, mint a vevők felé. Egyébként az a kapcsolatrendszer, ami a vadgazdálkodási vállalatokat jellemzi, az megerősödött ilyen értelemben? Hiszen azt hiszem, hogy ennél nagyobb szükség nincs. Tehát a Vadex és az összes többi van bőségesen Magyarországon, hála Istennek teszem hozzá. Tárgyalnak arról, beszélnek arról, hogy miként lehet országos kampányokat indítani adott esetben? Vagy mindenki a saját elvei mentén? Nem feltétlenül. Van két nagy vad feldolgozó, ami állami tulajdonban van, állami kézben van. Ugye ez a Vadex és az Öreg Laki vad feldolgozó üzem. Mi ketten évek óta gyakorlatilag együttműködünk, a két állami vadfeldolgozó. Jó példa erre az, hogy például nagyon hasonló csomagban forgalmazzuk a termékeinket, elsősorban a nyugat-európai piacon, de a belföldi piacon is. És ennek ugye az az oka, hogy egy nagyobb kínálat nagyobb nyomást tud kifejteni a piacra, tehát mondhatnám azt, hogy nagyobb lobbyerővel rendelkezünk, vagy nagyobb súlyt képviselünk, sokkal jobban tudjuk az érdekeinket érvényesíteni. Tehát ilyen értelemben van együttműködés, nyilván a többi piaci szereplőről is tudunk, és próbálunk alkalmazkodni egymáshoz, hogy így fogalmazzak. Én azt gondolom, hogy teljesen egyetértek azzal, ami itt elhangzott, hogy annyira kicsi ez az árualap. Tehát már ugye többször elmondtuk, de ezt se lehet elégszer hangsúlyozni, hogyha minden nagy vadat, minden vadat itt fogyasztanánk el Magyarországon, ami egy évben árualapként megjelenik itt az országon belül, a fogyasztók akkor se tudnának körülbelül 1 kg 20 dekánál többet elfogyasztani, hogyha minden főre levetítjük ezt. Tehát mondjuk a magyar húsfogyasztás, ami 60 kiló vagy a fölött van, abból csak 1 kiló tudna lenni az összes vathús. Tehát nem arról van szó, hogy itt olyan konkurencia van a vadfeldolgozáson belül, ami által nem tudnánk egymással szót érteni. Én nagyon örülök annak, hogyha más cég is képviselteti magát a piacon, mert az csak azt jelenti, hogy a fogyasztók edukációja által, azáltal, hogy a fogyasztók közelebb kerülnek ehhez az árualaphoz, az én termékeimet is jobban fogják kedvelni, többször fogják leemelni a polcról. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy szinergia jelen pillanatban, nem pedig egy káros verseny a piacon a vadfeldolgozók vagy az ilyen típusú vállalkozások alapján. Tehát az alap mindenképpen a helyi vásárló igények megismerése és kielégítése természetesen, ugyanakkor mennyit segítenek azok a nemzetközi szakági kiállítások, amelyeken önök részt vesznek? Hát nagyon jó példa erre, amin most két héttel ezelőtt voltunk, ennek az a neve Anuga, ez a világon talán a legnagyobb élelmiszeripari szakkiállítás. A két állami nagyvad feldolgozó ezen közösen vett részt egy standon, és rendkívüli tapasztalatokkal jöttünk el. Tehát azt lehet mondani, hogy napi szinten körülbelül 50 megbeszélésre került sor a kereskedőkkel, melléktermékforgalmazókkal, különböző egyéb cégekkel, vállalatokkal, vállalkozásokkal. Egy óriási tapasztalat. Én azt gondolom, hogy ismerik a nevünket Európában. Ugye Európa vadhús piacának körülbelül így ketten az 5%-át foglaljuk el, ami lehet egyrészről kicsinek, lehet egyrészről nagynak tekinteni. Mi nagyon büszkék vagyunk rá,
hozzáteszem rögtön zárójelben, hogy én a magam részéről, ahogy a riport elején elmondtam, arra is nagyon büszke vagyok, hogy növekszik a magyar fogyasztás, a magyar eladásunk, és a magam részéről nem lennék szomorú akkor se, hogyha akár 50-50% vagy akár nagyobb részarányú lenne a magyar fogyasztás. Mi erre fölkészültünk, és az igények kielégítésével gyakorlatilag folyamatosan rendelkezésre állunk, mint piaci szereplők. Nos, hát nincs kétségem felőle, hogy ez így történik, hiszen az a magas minőségű szakmai munka, amelyet önök végeznek Soponyán és Magyarországon, azt hiszem, hogy ez alapvetés lesz a közeljövőben. Én köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és azt hiszem, hogy újra el kell, hogy mondjam, hogy újra itt a szép karácsony, élünk Dión, friss kalácson, és kedves nézőink, ha megtehetik, már pedig miért ne tehetnék meg, próbálják ki a vathúst is. Köszönöm a tisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.